Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! A polgári év utolsó estéjén, évvégi hálaadó szentmisénken, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm a sok kedves média apostolt, a televízió kedves nézőit, kik az Apostol TV szolgálatával most is ima közösségben vannak velünk. Az ezt megelőző órában meghallgathattuk az imaláncban, élő adásban a kedves média apostolok ima szándékait, vagy köszönet nyilvánítását, vagy köszöntéseit, melyeket nagy szeretettel viszonzunk, és természetesen mindannyiunknak hálaadását, a személyes hálaadást is belefoglaljuk ebbe a szentmisébe. Nem kell külön kiemelnem, de a szentmise szándéka természetesen a hálaadás, egészen szorosan kapcsolódik az eukarisztia szóhoz, ami ugyanezt jelenti, amit, illetve akit minden egyes szentmisében megünneplek, vagyis az Úr Jézus Krisztushoz való hűségünket igyekszünk a mostani szentmisében is megerősíteni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz, Uram, békesség földön az embernek.
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te szent fiat születésével, új módon és tökéletesen magadhoz kapcsoltad az emberiséget. Kérünk, ismerj minket magadénak fiat kedvéért, mert ő az egész emberi nem üdvözítője, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Amint hallottátok, eljön az Antikrisztus. Már eddig is sok Antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindenki tartozik közénk. Ti azonban a Szentlélek kenetében részesültetek, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek, és azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból. Ez az Isten igéje. Meglátta a föld minden határa, ami Istenünknek üdvösségét. Örvendjetek az Úrnak minden földek. Meglátta a föld minden határon, ami Istenünknek üdvösségét. Örvendjetek az Úrnak minden földek. Megmutatta üdvösségét, kinyilatkoztatta igazságát a nemzetek színe előtt. Örvendjetek az Úrnak minden földek. Meglátta a föld minden határon, ami Istenünknek üdvösségét. Örvendjetek az Úrnak minden földek. Alleluja, 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 alleluja. Megadta, hogy Isten fiai legyenek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige.
Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, nem, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testté lett és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességében nyertünk kegyelmet kegyelemből. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten, a Szent Angyalok hajlékában és otthonaitokban, kedves média apostolok, akik most is imaközösségben vagytok velünk, hálát adunk az elmúlt polgári esztendőért, a 2021-es évért, annak minden öröméért és viszontagságáért, a sikerekért és a megpróbáltatásokért, mindenért, hiszen az elmúlt esztendőnek is minden perce a Jóisten kezében volt, és ő tartott meg minket a tenyerén, mind a mai estéig, és reményeink szerint. Mindaddig, amíg ő akarja, hogy itt a Földön szolgáljunk, és majd az örökké valóságban pedig színről színre lássuk őt. Egy jóságos plébános atya egy alkalommal meglátogatta egyik hittanos csoportját, és megkérdezte a gyermekektől, nagyon általános kérdést egyébként, azt tett föl nekik, hogy mi szeretne lenni az egy-egy gyermek nagykorában, milyen hivatást vagy foglalkozást szeretnének a gyerekek választani. És hát jól tudjuk, hogy vannak divatos foglalkozások, szakmák manapság is, főleg az informatika világában, vagy műszaki dolgokban szeretnének
jogi pályára menni, hiszen oly sok jogi ügylet van, és szükség van a jogászokra, és hát a járvány alatt mindenki tudja, hogy milyen szükség van az egészségügyi dolgozókra. Hát a gyerekek is válaszoltak, ki jogász, ki orvos, ki pilóta, ki pedig informatikus akart lenni. Csak az egyik kislány nem válaszolt, mert ő neki egy sajátos elképzelése volt önmagáról és az egész életéről, és nem akart, hogy megmosolyogják a többiek, és nem merte elmondani, hogy mire gondol, de az atya nagyon kérte, és bíztatta, hogy senki nem fog téged ezért kinevetni, mondjál bármit, amit szeretnél. És ez a kislány hát egy nagyon mély hívő gondolattal válaszolt, és azt mondta, hogy én áldás akarok lenni. Bizonyára tudta már gyermekkorában is, hogy mit jelent az áldás. Tudta azt, hogy a Jóisten szeretetének jele az áldás, amikor megkapjuk azt valami titokzatos módon, főleg a papi szolgálat által. A papi áldás különleges hatékonyságú és a Jóisten szeretetének hatékony jele. De hát a szülőknek az áldása is nagyon fontos. Erre biztatom én is azokat a kedves szülőket, akik elhozzák az gyermekeiket keresztelőre, hogy Isten gyermekeivé legyenek, és ennek a szertartásnak a keretében akkor egy kis kereszt jelével megjelöljük a gyermeket, ezáltal befogadjuk a keresztény közösségbe, de egyúttal, amikor ezt a kedves szülők is megteszik, akkor az már szülői áldássá válik, és biztatom őket, hogy a gyermekek lefekvésekor, vagy mikor majd nagyok lesznek, és útnak indulnak valahová, akkor is jelöljék meg őket, és kérjék Isten áldását útjukra, életükre, vagy éjszakai pihenésükre. Minden szentmise végén áldással megyünk, és amikor pap vezet egy nyilvános istentiszteletet, az is áldással fejeződik be, mert a Jóisten különleges ajándékait kapjuk meg az áldásban. Aki pedig áldást kap, arról azt szoktuk mondani, hogy áldott lesz. Ez a Benedictus latinul, a benedikció. Ha lefordítjuk, azt jelenti, hogy áldást mondunk, vagyis jót mondunk. A jóságunkat akarjuk továbbadni, és a Jóistentől, akit mi magyarok ilyen szépen evel a jó jelzővel szoktunk kegyesen emlegetni, a Jóistentől az ő jóságát kérjük a másik emberre, akit meg akarunk áldani, akinek áldást mondunk. Hát ez a kis leány biztosan olyan életet akart élni, hogy az emberek ezért hálásak legyenek az ő tetteiért, vagy majdani szolgálataiért, hálásak legyenek a Jóistennek, mert látják a jót, ami az Úrtól jön, és aminek mi hordozói vagyunk, közvetítői vagyunk. Nagyon fontos gondolat az áldás, mert hiszen a mai szentmisének ez a lényege, nyilván nem ugyanaz a szó, és nem ugyanaz a fogalom, a hálaadás, meg az áldásmondás, de csak nem ugyanazt jelenti, csak más lelki jelenséggel írjuk le a dolgokat. Talán amikor azt mondjuk, hogy valaki hálát ad, akkor belátja a kicsinységét, belátja azt, hogy rászorult valakire, valamit kapott, és másik kifejezéssel élve ezért köszönetet illik mondani. Hát ez a hálaadás, a köszönetnyilvánítás. A kapott jót megköszönjük, mint ahogyan meggyógyította a 10 leprást az Úr Jézus. 9 olyannyira örültek a gyógyulásnak, hogy mentek a dolgukra, és az egy hála telt szívű gyógyult ment vissza Jézushoz, hogy köszönetet mondjon. Mi is ezt tesszük.
a mai szentmisében, de minden szentmisében, amit eukarisztia szóval jelölünk, és a hálaadás vagy áldásmondás, bár különböző kifejezések, de mégis azt mondjuk, hogy a lelkület, a szándék nagyon meghatározó. Talán azt kéne mondanunk, hogy az áldásmondásban valóban a jóságot kérjük kiáradni, Isten jóságát a másik emberre, de ne feledjük el azt, hogy a Jóistennek is szoktunk áldást mondani, és ez valójában a hála lényege, hogy dicsérjük az Urat. Dicsérjük őt a jóságáért, a tetteiért, áldást mondunk, hálát adunk. De az áldásmondásban ott van egy örömteli felismerés. Nem lekötelezettként mondunk köszönetet, hogy hát nem boldogultunk magunkkal, gyengék voltunk, na és valaki rajtunk segített. Az áldásmondásban, ha így közelítjük meg a hála lelkületét, akkor benne van az, hogy észrevettem a jót, és ennek örvendezek. Tehát örömmel dicsérem az Urat, hogy ő jó volt hozzám, vagy azért, hogy én jó tudtam lenni másokhoz. Ennek a szentmiséjét ünnepeljük a mai este, 2021 estéjén, szilveszter este, Szent első szilveszter pápa emléknapján, karácsony 8-ának 7. napján. Hálát adunk a Jóistennek minden ajándékáért. Sokszor elmondtam már azt is, hogy általában mi keresztények este szoktuk a hála időpontját kihasználni arra, hogy egy elmúlt napot megköszönjünk a Jóistennek. Olyan érdekes az Ószövetség népének, a zsidóságnak szemlélete, ahol és akik már reggel is hálát adnak, tehát megelőzően adnak hálát, mi általában utólag szoktunk hálát adni a Jóistennek, vagy egymásnak köszönetet mondani. De ebben a szemléletben, amit a zsidóság gyakorol, ott van a megelőző hálaadás. A nap kezdetén már hálát adnak azért, hogy visszakapták az emberek a lelküket, hogy elkezdhetik az új napot. Tehát hálát adunk az éjszakáért is, de a nap kezdetén az előttünk álló lehetőségekért. Ugyanez az áldásmondás történik az étkezésnél. Mi sokszor elfelejtjük az étkezés utáni imát, vagy már nem jut erre időnk, figyelmünk. Ott van az áldásmondás, halljátok az eukarisztikus imában a konszekrálás, vagyis az átváltoztatás előtt, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, meg a kelyhet, és áldást mondott. Mert ez volt a zsidóknak akkor is a szokása, hogy előzetesen megköszönik, hogy van mit ennünk, van mit magunkhoz vennünk, tudunk ünnepelni, és van okunk, miért ünnepelni. És az is nagyon fontos, hogy a Szentírásnak üzenetéből és bibliai történeteiből az előttünk álló bibliai személyek megtanítsanak bennünket arra is, hogy nem csak a jóért szoktunk mi hálát adni, vagy köszönetet mondani a Jóistennek, hanem a megpróbáltatásokért is. Nyilván most ezen a szilveszter estén nem bocsátkozhatunk hosszú fejtegetésekbe, a tekintetben, hogy mit jelent a jó és a rossz, vagy mitől lesz valami jó, vagy mit tartunk rossznak. De azt röviden el kell mondanunk, hogy az a rossz az ember számára, amit nem Isten akaratából tesz, az a rossz cselekedet. Vagy amit nem tud elfogadni a Jóisten szándékaiból, amit megpróbáltatásként, csapásként értelmez az ember, de mégis
a Jóisten megengedi, hogy valami nehézséget elfogadjunk, elviseljünk. Ott van a híres ószövetségi, mondhatjuk így, hogy szentnek, Jobbnak a példája, aki elfogadta a csapásokat, megmaradt a hitében, sőt, még azt is elmondta, hogy ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is. Ma többször is láthattuk az Apostol televízióban azt a szép libanoni filmet, amit készítettünk, attól kezdve, hogy a libanoni szentek erekéjét őrizhetjük itt a templomunk Szent Sárbel kápolnájában, és Gáspár atya, aki Rafka nővérről, az apácáról beszélt, akinek szintén itt van az erekéje, elmondta, hogy ő felfedezte azt, hogy mindenki sok-sok keresztet hordoz, testi betegségeket, gyengeségeket, ő pedig hát még ilyeneket nem szenvedett el. Hát hogy tud ő a szenvedő Krisztus mellé állni, részt vállalni Jézus szenvedéséből, és egészen sajátos módon nem azért imádkozott, ahogy mi szoktunk, főleg és többségében, hogy a betegség, a nehézség, a fájdalom múljon el, hanem azt kérte, hogy kapjon lehetőséget a megpróbáltatásra, a nehézségek elfogadására, és ezt meg is kapta többféle betegségben, vagy a szeme világa elvesztésében. Ez a Jobb eset, hogy ha elfogadjuk a jót, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Tudom, a lelkipásztori gyakorlatból, meg hát itt szorongatom ezt a rövid kis statisztikát, hogy milyen sokan eltávoztak ebben az esztendőben közülünk is, a mi egyházközségünkből, a munkatársaink közül is, az örök hazába, amit fájdalomként élünk meg, minden egyes haláleset, szeretteink elvesztése fájdalmat jelent. De ezek az esetek és fájdalmak is mégiscsak a hálaadás körébe tartoznak. Nem azért adunk hálát, hogy valaki meghalt, akit szerettünk, hanem azért, hogy a Jóisten mindvégig jó volt hozzá is, meg hozzánk is. Meg nem is azért adunk hálát, ha valakinek könnyű halála volt, nem kellett sokat szenvednie, hanem hálát adunk azért, mert mindig, minden megpróbáltatásban mi az Úréi vagyunk, ahogy Szent Pál is vágyakozott erre, ezt el is mondta, leírta a római levélben, hogy életünkben, halálunkban egyaránt az Úréi vagyunk. És ki akarta egészíteni az apostol azt a szenvedést, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, hát nem hiányzott semmi az Úr Jézus szenvedéséből, de hozzá akart járulni, úgy mint később aztán Rafka nővér is, a megváltásnak a szenvedéséhez, hogy a világ jobb legyen, mert nem tudjuk elképzelni, hogy az emberi türelemből, áldozatvállalásból, szenvedésből, a próbatételek elfogadásából milyen sok lelki haszon száll a világra, vagy ki tudja a környezetünk, szeretteink életére. Nem tudjuk ezt nyomon követni. Az egyház kegyelmi kincstárában a Jóisten ezzel gazdálkodik. Tehát van mindig okunk a hálaadásra. Jóért is, meg a megpróbáltatásért. Nem mondjuk rossznak azt, ami a Jóisten akaratából történik, az a rossz, ami a sátán akaratából történik, és ha neki engedelmeskedünk, az Urat pedig elutasítjuk. Ez a rossz fogalma, a bűn fogalma, az engedetlenség, lázadás Isten ellen. Kedves testvéreim, az évvégi hálaadáson néhány számmal is szoktuk fémjelezni az elmúlt esztendőt. De ezek a számok tárgyilagosan talán nem mondanak túl sokat, nem mondanak az
helyi közösség életéről sem túl sokat, meg úgy általában az egyház életéből. Fontosak a statisztikák. Majd januárban megint el kell küldenünk Rómába az apostoli szentszéknek, egész egyházmegyénknek a statisztikáit, majd ezek is benne lesznek, meg az egész esperes kerület, meg az egész egyházmegye, összes keresztelője, temetése, és esküvője, és a többi szentség kiszolgáltatás. De mindezekből nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Örvendetes az, hogy 56 keresztelő történt itt a templomunkban, az egyházközségünkben. Jól tudjuk, hogy sokszor máshonnan is érkeznek ide családok, akik valamilyen oknál fogva itt kérik a keresztelőt, de mégis örvendetes dolog ez a szám. Nem sokkal kevesebb, csak néhány keresztelővel, mint az előző esztendőben. És örvendünk annak, hogy ezt a szülők kérik. Ne feledjük el azt, hogy aki katolikus módon templomi házasságot köt és szentségi házasságot köt, már az esküvőn megígéri a jegyes pár külön-külön is, hogy elfogadják a gyermekeket, és ígérik, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelik őket. És az egyházunk törvényei szerint ott van, hogy a szülők a gyermekük születését követően mielőbb kérjék a gyermekük megkeresztelését. Így tehát, akik eljöttek, azok kérték, vagyis azok komolyan vették ezt a szülői lelkiismereti kötelességet. Örvendetes a 18 első áldozó, akik eljöttek közénk, és természetesen köszönöm Julikának és a hitoktatóinknak is a munkájukat, amit majd külön is a Szent Mise végén kiemelek. De ez is szép szám ahhoz képest, hogy amikor idejöttem, annak idején, immár 12 esztendeje, akkor hát 5-6 első áldozó volt legfeljebb, így tehát bár ez kevesebb, mint az előző évszáma, de mégis szép szám. Ugyanígy a 33 bérmálkozó. Nagyon nagy dolog, hogy a nagykorúság szentségét tudatosan vállalja a keresztény ember, ha már a mi latin nyugati liturgiánk és szentségi rendünk szerint mi ezt elválasztjuk a beavató szentségekből, illetve három időpontra helyezzük a három beavató szentséget, nem úgy, mint a keleti rítusú testvéreink, de mégis annál inkább örvendünk annak, hogy itt tudatos értékválasztás történt, hogy van, aki felnőttként is vállalja a keresztény életet, amit korábban a szülei vállaltak a nevében. Esküvő mindössze 7 alkalommal volt, de ez az esztendő bármennyire is az oltás elindult, meg minden egyéb fejlődés, javulása járványhelyzetben, ami persze hullámzik, és újra visszaesünk mélypontokra, hát ezt én most nem elemzem, de viszont akik ilyen jellegű ünnepet szeretnének az életükben, azok óvatosak voltak, akik nem tudták, hogy mi lesz majd 1 hónap múlva, 2 hónap múlva. Nehezen terveztek esküvőket sokan, mert nem tudták, hogy mit hoz a jövő. Hát ennek is ez a szám a jele, hogy ennek a törekvésnek, vagy ennek az óvatosságnak a számával találkozunk, nem pedig a házasság kötés eredeti szándékának hiányával. Ugyanakkor örvendünk, most Szent Család vasárnapján 19 jubiláns testvérünk köszönte meg kerek házassági évfordulóját. Együtt ünnepeltünk, együtt örvendhettünk velük, hogy akár a házasság intézménye, akár a hűségnek a lelkülete, amely meghatározza a közös családi életet, ez
hosszú évtizedekben is meg tud valósulni, és erre élő példát láthatunk testvéreink tanúságtételében. 86 temetést végeztünk a híveink sorában. Most nem azt a számot mondom, hogy általában itt a temetőnkben, az altemplomban kiket temettünk, hanem a területünkön lakó katolikus hívek sorából 86-an távoztak el, kiket utolsó útjukra kísértünk. És azt is megemlítem, és egy kicsit fogalmilag is tisztázom, hogy 242 köztemetést tartottunk, illetve 242 elhunytat temettünk el itt az altemplomban, köztemetéssel, közösségi temetéssel, amit több önkormányzat is nálunk végeztet, köszönet érte, mert valóban méltó módon tudjuk elhelyezni őket az elődöm László atya által kialakított osszáriumban, de azt megelőzően külön urnafülkékben átmenetileg, és így méltó módon tudtuk megadni a végtisztességet azoknak a testvéreinknek is, akik akár magányosságuk, akár a szociális helyzetük, szegénységük miatt rászorultak a külső támogatásra, rászorultak az önkormányzatok ilyen jellegű kegyeleti szolgálatára. A hálaadó szentmisén talán nekünk is föl kéne tennünk a kérdést, hogy hogyan tovább. Mi már nem azt fogjuk kérdezni magunktól, mint a lelki atya a hittanosoktól, hogy mi leszel, ha nagy leszel, hanem hálát adva ezért az elmúlt évért, szövögetve az új esztendőnek ránk háruló lehetőségeit, hiszen ember tervez, Isten végez, szoktuk mondani, de mégiscsak vannak terveink, mégiscsak vannak önmagunkkal kapcsolatos szándékaink, vagy jóra való törekvéseink. Hát most ezeket a kérdéseket kell feltennünk. Mi az, amit szeretnénk a jövőben tenni, megváltoztatni a jó irányában? Hogyan tudjuk még, bármilyen élethelyzetben vagyunk, itt most nem számít, hogy aktív dolgozó vagy nyugdíjas valaki, mindig van feladatunk, mindig van szükség ránk. De hát mi ez? Mit tudok tenni másokért? Hát tegyük föl ezeket a kérdéseket, csak úgy saját magunkban, lelkiismeretvizsgálatként, és ugyanakkor jó elhatározást téve, hogy az előttünk álló új esztendő is valóban jó legyen, vagyis Isten akarata szerint történjen, és minden úgy alakuljon, ahogyan azt az Úr akarja, mi pedig úgy alakuljunk, hogy a jó Isten jó akaratára mindig rá tudjunk hagyatkozni. Amen. Testvéreim, még néhány óra, és vége lesz ennek az esztendőnek. Adjunk hálát a gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy hitünk meg nem ingott, és reményünk meg nem fogyatkozott. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy sok bűntől megóvtál, és szeretetedben megőriztél. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy az elmúlt esztendőben megtartottál minket békességben és egészségben. Fogadd, Urunk, hálánkat azért, hogy atyai jóságoddal gondot viseltél testi és lelki életünkre. Add, Urunk, hogy szüntelenül hálásak legyünk segítségedért,
amellyel munkánkban és küzdelmeinkben mellettünk álltál. Add, Urunk, hogy mindig hálásak legyünk irgalmadért, amellyel megpróbáltatásainkból kimentettél bennünket. Mindenható örök Isten, megköszönjük az elmúlt esztendőben kapott sok ajándékot, amellyel elárasztottál bennünket. Fogadd el őszinte bűnbánatunkat is. Fájlaljuk a sok hűtlenséget, mulasztást és hanyagságot, amellyel megbántottunk. Hadd, hogy kegyelmed segítségével az új esztendőben új emberekké lehessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te vagy az igazi buzgóság és békesség forrása, add meg, kérünk, hogy méltóképpen tiszteljük fölségedet ezzel az áldozati ajándékkal, és miközben részt veszünk a szent áldozatban, mindnyájunk szíve egyesüljön a hitben, Krisztus, ami Urunk által.
Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye, az örök ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberrel fogyhatatlan dicsőség származott, sőt csodálatos cserével miénk lett isteni örök és boldog élete. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsonna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsonna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, azokról, akiket ebben az esztendőben hívtál az örök hazába,
és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Szilveszter pápával, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás imájával osztozunk azoknak vágyában, akik szeretnék titokzatos módon lelki találkozásban magukhoz fogadni az Úr Jézust, akik otthonaikban ünnepelnek most velünk, és nem tudnak az eukarisztikus Krisztussal találkozni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te sokféle segítő kegyelmeddel kormányozod népedet, kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve, még hűségesebben törekedjék az örökkévalókra, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, hálás szívvel köszönöm az Úrnak ezt az elmúlt esztendőt, és köszönöm minden támogatónknak, munkatársunknak is segítségét, akik az elmúlt esztendőben egyházközségünket támogatták szolgálatukkal, anyagi áldozataikkal. Köszönetet mondok a Gazdagréti Plébánia, a Katolikus Temető Lelkészség, az Apostol Média hivatalos munkatársainak és önkénteseinek. Egyúttal köszönetet mondok a Hegyvidék Televízióval való együttműködés lehetőségének és a televízió vezetőjének és munkatársainak. Köszönetet mondok liturgikus szolgálattevőinknek, énekkarunknak és vezetőjének, organistánknak, a felolvasóknak, a minisztránsainknak, áldoztatóknak, a templomi szolgálattevőknek, háttérszolgálóknak, akik akár a ruhák ügyét vagy a templomi eszközeinket rendben tartják, a vasalásban segítenek, a takarításban, a díszítésben, a szeretett vendégségben, és külön kiemelem, ez főleg a nyári időben, annak húzamos időszakában jellemző, de a kertünk gondozóinak és rendben tartóinak is kifejezem a köszönetemet. Köszönöm a kedves nézőinknek, a médiaapostoloknak nagylelkű adományait, imáit a televíziós szolgálatban, és minden kedves hívünknek, közösségépítő testvérünknek, az ima csoportok szervezőinek, vezetőinek, a szentségimádásban résztvevőknek, minden imádkozó jószándékú testvérünknek az lelki és anyagi áldozatát, és remélem, hogy most ezt a teljesség igénye nélkül mondtam el, de mindenkinek köszönök mindent, senki ne érezze, hogy most kimaradt bármelyik segítő kategóriából, mert mindenki segít, aki velünk van és építi Isten egyházát. Most a Szentmise után hálaadó imát fogunk elimádkozni itt a templomban, és azt követően majd a kivonulás után egy közösségi imában a rózsafüzérrel is köszönetet mondunk, tehát a közösségi rózsafüzért majd a Szentmisét követően imádkozzuk, és 10 órától pedig hajnali 5 óráig szentségimádás lesz itt a templomban, éjszakai zenés szentségimádás a Szűzanya Istenanyja tiszteletére, az Úr Jézus, az eukarisztikus Krisztus imádásában. Éjfélkor szentmisét tartok, pontosabban 0 órakor az új év első órájában. Mindnyájunkat az Úrnak fogom felajánlani az új esztendőt.
holnap új év napján 10 órakor lesz a Szent Mise, vasárnap 2-án szokott módon 3:49-kor gyermekmise, 10-kor Szent Mise, délután pedig az Irodalmi Klub tart vidám együttlétet a templomban 5 órai kezdettel. Most a Szent Mise áldását kérem rátok jelenlévő testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire, és aztán hálaadó imával fordulunk a köztünk lévő szentségi Jézushoz. Az Úr legyen veletek! Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. A szentségi ének közben kiteszem ide az eukarisztiát, és hálaadó imát végzünk előtte. Mindennek mindenható teremtője, nagy Isten, néhány óra múlva ismét vége lesz egy esztendőnek. Elenyészhet minden viszontagságával, pedig gyakran gondoltuk, hogy ezek elviselésére gyöngék leszünk. Elenyészhet minden örömével, pedig sokszor azt képzeltük, hogy ezektől függ boldogságunk. Úgy érezzük, fölséges Istenünk, idő és örökké valóság Ura, hogy számot kell adnunk arról az esztendőről, melynek végét 1000 és 1000 embertársunk el sem érte. Félünk ettől a számadástól, mert érezzük, hogy ismételten vétkezünk ellened, és azért már előre is bocsánatodat kérjük. Kevés napja volt ennek az esztendőnek, amely halálos ágyunkon teljesen megnyugtató emlékezést fog kelteni lelkünkben. Ellenben sok nap vádol majd előtted, ítélő Istenünk, hogy a világ hiúságának hódolva könnyelműen elvesztegettük, vagy szent parancsaid megszegésére fordítottuk. Nagy Isten,
Ha összehasonlítjuk gonoszságainkat és mulasztásainkat azzal a kevés jóval, amit tettünk, pirulva kell megvallanunk, hogy méltatlanabbak voltunk a kezedből vett ajándékokra, mint annyian mások, akiket az elmúlt esztendőben elnyelt a sír. Türelmed nagyobb volt, mint hálátlanságunk. Élni hagytál, noha meg nem érdemeltük. Bőven adtad kegyelmeidet, noha azokkal sokszor visszaéltünk. Urunk és Istenünk, gyümölcstelen fák vagyunk, de az elmúlt esztendőben megszámlálhatatlan kegyelemmel és bőséges testi javakkal árasztottál el. Csak sejteni tudjuk azt a sok testi és lelki veszedelmet is, amelyet tőlünk elhárítottál. Kegyes üdvözítőnk, közben járt értünk, hogy ne büntess, és te megtűrtél minket kertedben. Urunk, ne szállj velünk ítéletre, mert ha gonoszságainkat tekinted, kiállhat meg előtted. Töröld el vétkeinket az ártatlan bárány vérével, amelyet ő a keresztoltárán az egész emberiségért kiontott. Őszintén ígérjük, hogy az új esztendőben neked tetsző életet élünk. Vajon mit adjunk neked, Istenünk, azért a számtalan jó téteményért, amellyel a lenyugvó esztendőben elárasztottál? Bár csak világosan látnánk legalább most, amidőn előtted térdelünk, irántunk talusított szereteted nagyságát, bár csak örök hálával telnék meg szívünk, mivel ezt a hálaérzést is csak atyai jóságod adományából várhatjuk. Az esztendő utolsó napján eljöttünk szent oltárodhoz, ahol a kenyér színe alatt szent fiad, ami közben járunk, jelen van, hogy szívünket, lelkünket és mindenünket oltárodra tegyük. Neked, szeretett atyánknak, Urunknak és Istenünknek hálaadó áldozatul felajánljuk, s téged dicsőítő énekkel magasztaljunk most és mindörökké. Amen. A Te Deumot énekeljük. Te Deum Laudamus, téged Isten dicsőítő, Jeles a mártír sereget,
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szent Lélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké. Könyörögjünk, Istenünk minden ajándék Atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, s téged őszinte szívvel, minden erőnkből szeressünk. Krisztus, a mi Urunk által. Célo prestitisti eis. Omne delectamentum in seba bene.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribu equis humus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Szentségi áldással mindnyájatoknak áldott új esztendőt kívánok, az Úr bő kegyelmét. Jó,